Pécset az idei zsolnai piknik a családi programokon túl a segítségnyújtást helyezte fókuszába. Erről tájékoztatták a sajtóképviselőit a kulturális negyedben. A szervezők elmondták, hogy az UNICEF Magyarország munkáját támogatják. A szervezet jelenleg Ukrajnában segíti a háború miatt veszélyben lévő gyerekeket és családjaikat. Az örökségkezelő úgy döntött, hogy nem egy, de három jótékonysági akciót is indít, amelyeknek a bevételét az UNICEF-nek ajánlja fel, így segítve azt a munkát, amit a mi munkatársaink, önkénteseink és partnereink a háború sújtotta Ukrajnában végeznek, illetve a menekülteket befogadó országokban. A jótékonysági projektek közül kiemelkedő az az összefogás, amelynek segítségével létrejött a Művészet a romok között című kiállítás. Összesen 37 műtárgy, festmények, grafikák és más alkotások láthatók a tárlaton. A művek egy online aukció keretében kerülnek kalapács alá, a bevételt pedig az UNICEF kapja. A másik fontos eleme az akciónknak az egy live act lesz, egy összművészeti happening a zsolnai piknik egyik koncertjén. Deva Belau és Saja Noé 3 órás koncertje alatt a színpad két oldalán 2 darab 2x2-es festmény kerül ott a helyszínen megfestésre, elkészítésre. Ezeket a képeket ugyanúgy majd aukcióra bocsátjuk. A jótékonysági projekt harmadik lába a Fogadj örökbe egy plakátot akció. Az idei Posterfesten külön szekció tematizálta az Ukrajnában dúló háborút. A plakátfesztivál szervező Magyar Plakát Társasága teljes anyagot felajánlotta a zsolnai örökségkezelőnek, hogy a plakátok eladásából befolyt összeggel hozzájárulhassanak a jótékony gyűjtéshez. A zsolnai piknik ideje alatt zajló programok szinte mindegyike ingyenes. További részleteket a Zsök honlapján olvashatnak.